A következő lépés, hogy kijavítsuk itt ezt a falrészt. Ki kell vágjuk a korhadgerendát. Kb. Innentől ideig. Ez egy olyan 4 méter lehet. Vágtunk egy likat a ház oldalára. Ugye? Itt van az elkorhadt fa. Eléggé megette a franc. Persze először, mielőtt kivágtuk a fát, az előtt alá támasztottunk. Gyerekek, nézzétek meg a kis barackfánkot, milyen fájnul. Teremnek rajta a barackok. Mosolygós barack. Egy kis finom mána. Mind a medvékbe vagyunk ideállva. A gyerekek, van itt egy kis gond. Az a helyzet, hogy a pince a házzal egyben nyílott. Na, itt van a pince lukunk. Ennyi lehet, egy szűk, 60-70 centis. Az lett most, hogy leszettük a deszkákat, hogy alulról be fogjuk zsalúzni. Ügyesen, a gerenda aljánál. És akkor a gerenda közeit kitöltsük valami szigeteléssel. Ami nem megy össze, és a tetejére betont öntünk, és ennyi. Előtt a zsalut felraknánk, azelőtt vágtunk kátránypapírt oda, és fel csíptettük belül is, meg kívül is. Azért, hogy nedvességet a betonból ne szívja be a gerenda. Ez csak oda lőttük ilyen kis kapcsokkal, tűzdelővel. Most jöhet a zsalu. Gyerekek, milyen idő volt, ma gyönyörű. Buzakalász be van érve. Nem, ez csak fű. Nem lett még levágva. Na. Megvan a zsaluzás. Hát hagytunk itt rést, ugye, hogy tudjuk itt beönteni a betont. Hagytunk egy olyan 3 újnyi rést, be van vasazva. Be van támasztva, még vártunk le ilyen vas cölöpököt is. Keverik a betont, hasta la vista! Yeah. Be van öntve mind a kettő, szépen gyönyörűen. Vasrúdokkal megvibrátoroztuk, bedöböcsköltük, hogy folyjon mindenhova jó be. Nagyon faszául betöltöttük, és ennyi, hagyjuk egy pár napot, aztán lebontjuk a pofrácsot, a zsalut, bocsánat. Gyerekek, faljunk egy kis meggyet, gyerekbe a fáról is szeretem én. De finom. Most szakítottuk le a barackot a fáról. Nézzük, milyen. Nagyon finom. Ugye milyen finom? Nagyon jó, finom. Édes leves. Ez őszi barack? Igen. Még ősz sincsen. Itt az idei baracktermés, nem sok, egy tálacskával lett csak. Talán majd jövőben lesz több. Mi a helyzet, gyerekek? Nagy menet van Tórián. Meghoztak ma 5 köbméter tőrkövet. Fel itt már be is talicskáztuk. Rohadt nehéz ezt a darabos követ. Lapátolni próbáljuk villával, lapáttal, kapával, mindennel. Mit leskelődtök? De ott vannak a pihenek. Én dolgozok egyedül, és a többiek pihennek. Na, hordogassuk befelé kavicsot, az amíg kell, azt hiszem hozassak a sóderből kavics
plusz homok. Pénteken öntsük be a betont, gyerekek. Ide a rampát áthelyeztük, az előbb ott volt a konyhánál a rampa. Na, így néz ki, be van hordva. Kb. Felit az 5 köbméternek ide betermeltük. Szomszéd mesélyes barátom hozott egy lézer szintezőt. Belőttük ügyesen. Hagytunk 10 centit a betonnak. Betehettük a töltkővel. Gerendákat innen nem vágtuk ki. Mert külön lesz beöntve a konyhafürdő, meg külön a nappali. Tehát ide öntünk előbb egy rendet. Fogunk hagyni mindenhol a falnál körbe egy ilyen rést. Tehát sehol se a közfalaknál, de főleg nem ezeknél a falaknál. Nem fogjuk teljesen beönteni a betont, hogy maradjon rés, tudjon szellőzni. Ugye gipszkarton fog jönni a beton szélire. Tartókra persze, előbb keretet, fénykeretet építünk. És a beton fel fog jönni. Hát kb. Ide a gerenda tetejéig. Kemény még nem bontottuk le, azt is le kellett volna, de mindegy, majd később lebontjuk. Egy nagy dolog. És akkor... Ja igen, itt még bezsalusztuk, ma kiszedtük a fatalmaszokot, bezsalusztuk és beöntöttük ezt a maradék részt itt középen. Itt van a betonkánk. Nagyon faszául sikeredett. És ide a pincébe, ja, azt meg sem mutattam, mindegy. Pincéből alulról zsalusztunk, ezek a széles vastag gerendák alatt. És kitömtük egy 20 centis, mind a gerenda vastagságú lépésálló vagy taposó szigeteléssel. Mire ráansz is. Nem tolkod be. És erre jön majd a beton. Na gyerekek, ez is megvan. Be van szórva törtkővel. A nappali is. Itt a végén ez a kis rész nincs, mert ez magasabban van. Ott vannak ugye a gerendák, amik mennek át a pince fölött, hálószoba alatt. A 20 centis taposó szigetelésre nem teszünk arra, majd jön a beton. Oda jön egy olyan 15 centi beton. Mindenhova máshova egy olyan 8-10 centi köbe. Azt a zsalut még ugye rá fogjuk venni. Ma öntöttük be egy-két napon meg, hagyjuk 48 órát, aztán levesszük. Na, elfáradtak-e, mester urak? Fájnak-e az öreg csontjaik? Jó, a szegény öreg csontjaik. Bezzeg a fiatalság. Jó van az úgy. Ezt nézzétek meg, milyen gyönyörű keserű gombák. A szomszéd adta. Hiha, ebből ma este úgy be fogunk zabálni. Előre várom már. Ápi barátom látogatott, Tórián találkozunk, megyünk most ki. Ki is kapcsolom fronzba, aztán átveszem kézbe a telefon, mert most már nem találom, hogy tizedszer lappanik le. Mondd meg, légy szíves, nézzük a telefon. Jaj, vegyed ki. Menjünk, tesszük le a selfie botra. Na, egy kerekezzed meg kifelé. Nem jól, mert nagyon hukás, ezt a pillanatot elbegyünk. Jó haladás, gyerek! Na, köszi! Üdvözlöm a családot! Augusztusban remélem valamit össze tudunk hozni. Jó? Na, szia! Na gyerekek, indul a menet. Ott van a mester, szomszédom Barni Nesies. Művész nevén. Elé van készítve itt a cucc. Be van vasazva, körbe be van rakva. 8 centis távolságtartó ablemez. Hogy ne menjen be végig a beton. Maradjon hely a két fal között. Ugye a beton szélére ide majd
gipszkarton faljon, tudjon szellőzni, ne rohassz el a falat. De van a nappali vasozva, elé van készítve, de van lőve a lézer vízmértékkel, most ki van kapcsolva, és öntünk be egy olyan kb. 10 centis betont. Be vannak öntve a lábok. Csak a pontok. Na gyerekek, kész a gyönyörű betonka, nézzétek meg! A nappali olyan, mint egy korcső a pálya. Kénint jó lett volna lebontani, de utólag is le tudjuk bontani, nem nagy dolog. Lássam meg ma egyúttal, hogyha itt vagyunk, a munkafelületet. Hozattam egy paletta cimentet, egy tóriáról Willitől a lerakatból. Itt keverjük az Enduro Muki keverőivel. Amúgy hozattam még sódert is, kavics plusz homok. Először ugye hozattam 5 köbméter, és utána hozattam még 5-öt, hogy biztos legyen, hogy elég lesz. Fog valamennyi megmaradni, de inkább maradjon meg, mint a végén kapkodjunk, hogy mi helyzet, Attila? Mi ez a gyerek? Pihensz a intalni kicsit. Ja, talicskával ott egy keverte az anyagot, 2 talicska azt a B felé. Hát helyeztük most ide a rampát. Egy ebédszünetet tartunk, egy 45 percest, akkor jönnek vissza a legények. Amúgy öten vagyunk. Barni a betonmester, mi négyen kavarjuk, hordjuk, segítkezünk még, amit kell. Itt vannak a csövek, ja, ezt nem is mutattam, be van téve. A vastagcső ugye a fő villanyvezeték, az oszlopról tesszük be a sáncba, és még 4 cső az egyébnek, a lefedésnek, meg ide-oda. Na, itt is be van vasazva. Így a gerendából még egy kicsit le kellett faragjunk, és kb. A gerenda szintjék, egy picivel a gerenda szintje fölé megyünk a betonnal. Na gyerekek, kész van a betonozás. Aj, de szép lett, nézzétek meg. Gyönyörűség. Biza. Na hát akkor egy kicsit kalandos volt, mert elkezdett esni az eső, úgy 5:30 felé. És le kellett álljunk egy kicsit, egy órocskát, lehet másfelet is. Várjunk, míg eláll az eső, de így is meglettünk 8:49 körül. Úgyhogy minden faszom. Na, kezd ránk sötétedni, ugye még szerszámokat el kellett mosni. A betonkeverőt szépen letisztítani. Na, ennyi volt mára. Folyik a patak, kézdén gyerekek! Na, hogy mondod? Dobjatok egy lájkot! Nyomjatok egy lájkot, ha? Sziasztok! Sziasztok! Te mit? Jártek, nézzük meg, hogy milyen lett a betonkánk. Oh, nice! Mikor öntöttük be? 4 napja? 5 napja?
szépen megszáradt, locsolgattuk naponta. Távolságtartó hablemezek, amit majd ki is szedhetünk. Egyelőre békén hagyom őket. Itt van a nappal is. Jahelyenként még nedves, ugye? A locsolástól. Most már olyan nagyon nem kell locsolni. Amúgy is itt bent van, nagyon nem szárad ki. Most csak egy-egy kicsit locsoltunk. Öntözővel. Na, ilyen lett a betonk a gyerekek. Maradt is meg még anyag. Vagy 4 köbméter. Sóder, kavics plusz homok. 1 köbméter tört kő kb.